Szivárványos fény, harsogó zene, a manés fölött aranypor kavarok. Tüzes karikákon repülnek keresztül a száguldó lovak. A porondon mázsás golyókkal labdázik az erőművész. Fönn a ponyvakúk magasában pedig trapézról trapézra lendül, siklik, szinte úszik a légtornász. Álomjáték, mese hangulat. Jó estét kívánok, Cserhalmi György vagyok. A Múltkor történelmi magazint látják. A fővárosi nagycirkusz elődje 1889-ben nyílt meg a Városligetben. Az azt követő évtizedekben mindenféle néven futó fővárosi cirkusz 1944-ig üzemelt, akkor viszont a sorozatos bombázások veszélye miatt már nem kapott működési engedélyt. 1945-től államosították és bevezették a rendszeres előadásokat. 1981-ben az éves látogatószám 1,2 millió fő volt. A 4-500 magyar artista által megtermett valutabevétel pedig 100 ezer dollárokban volt mérhető. Maga ne buzogányokkal zsonglőrözzön, zsilákeptás, maga zsonglőrözzön három sallóval, a felesége zsonglőrözzön három kalapáccsal, maga a végén tegye a sallót ide, a jobb keze, a felesége a bal kezével a kalapáccsal. Még a rómaiak mondották, hogy kenyeret és cirkuszt a népnek, én azt gondolom, hogy cirkusz volt, van és lesz mindig valamilyen formában. Magyarországon turnézó cirkuszok már egészen korán észrevették, hogy itt bizony van nézőközönség. Ezért is épülhetett fel Budapesten egy nagy kőszínház jellegű állandó cirkusz, amely 1889 nyarán nyitotta meg kapuit. Ugyan a háború jelentősen megviselte a cirkusz eszköz és személyi állományát, népszerűsége mégis töretlen maradt. A II. Világháborút követő időszakban a politika függvényében gyökeresen megváltoztak a hazai cirkuszművészet szervezeti és intézményi keretei is. Az államosítások idején az állam a szakszervezetekre bízta a szórakoztató vállalatok gondozását, aminek legfőbb célja az volt, hogy a cirkuszművészet is egységes, állami kulturpolitikai irányítás alapján fejlődjék tovább. A cirkuszokat 1949-ben és 50-ben államosították. Az államosításnak a bizottság tagjai leutaztak mondjuk vidékre, ott megkeresték az éppen ott állomásozó cirkuszt, és közölték, hogy be kell szolgáltatniuk cirkuszkocsikat, rekvizitet, sátrat, állatokat, mindent. Nekünk volt akkor 4 lovunk, 2 lakókocsink, még ilyen traktor, stb. Nem volt, és hát azt is államosították, ezzel bezárult a szezon, fel kellett jönni Budapestre, beálltunk ide, akkor az egy telep volt, ahol most a cirkuszvállalatnak a telepe van, és hát ott éheztük végig a telet. Ami állat megmaradt, azokat államosították, pláne egy elefántot például, az antalekéknak volt az ajda elefántjuk, akik aztán végig egészen 70-es évek közepén halt meg ajda, ő volt az igazi elefánt, az állami cirkusz elefántja. Ő borotvált, és egyébként második számban erőművész volt. Kultúrpolitika tulajdonképpen az ideológia megtestesítője volt, úgymond, kifejezetten szovjet mintára alkották meg, és ami legfontosabb volt, hogy a kultúrpolitikában mindig megjelentek az ideológia különböző hullámai, illetve mozzanatai, amelyek közül hát a legfontosabb a Szovjetuniónak a dicsőítése volt, ezt mindenképpen ki kell emelni. Ezen kívül fontos volt a baráti országok politikájának a propagálása, illetve az együttműködésnek a hangsúlyozása. Az 50-es évek tulajdonképpen az államosításnak a negatív oldalával együtt is
pozitív változásokat hoztak a magyar cirkuszművészet számára. Úgy szokták mondani, hogy komédiásokból akkor váltak valóban artista művészé. A Magyar Artista Egyesület, amelynek 1947-ben még 3000 tagja volt, megszűnt, illetve csökkentett taglétszámmal a magyar hivatásos artisták szabad szakszervezeteként működött tovább. Régen a szakszervezet elődje úgynevezett dísztagságokat adott ki a több tagdíj bevétel miatt, és ezért nagyon sok olyan artista volt, aki igazából valamilyen bóvli tevékenységet folytatott hát ezen cím alatt, és ezért az első fontos dolog volt az államosítással, a szakszervezet létrehozásával, hogy kiszűrjék ezeket az embereket. Rengeteg olyan táncos nő volt, meg mondén táncos, amiben ugye egy lokálban zene volt és zenére, de hát az mondjuk voltak közöttük nagyon fejlett, például mondén táncosok, ő szép nő, szép kosztüm. Na de hát abban rengeteg volt, tudja? Na most, pontosan ezért le akartuk szűkíteni, tehát ez egy szűrővíga volt először. A kategorizálások nagyon-nagyon rémes dolgok voltak. Itt volt olyan bűvész, a Kolodini, aki a világot bejárta, és itt elfelejtette elővallásolni a dolgot, amit előtte eltett ezzel a forradban. Úgyhogy nagyon-nagyon félt mindenki. A szakszervezet fő célja volt, hogy az artistákat vegyék állami státuszba, és hozzanak létre egy központi irányítás alatt álló állami vállalatot. A szakszervezet vezetői kilincselni kezdtek, és elnyerték Réva József népművelési miniszter támogatását. Így 1954. január 8-án létrejött az Országos Cirkuszvállalat 320 állami státuszba vett artistával. Révai mindig mindenben beleszólt, és mindig az volt tehát mindig hozott egy határozatot, hozott egy intézkedést, és azt mindig végre kellett hajtani. Tehát nem volt ez a semmiféle engedmény tulajdonképpen nem volt kilátásba helyezve sem a művészeteknek, sem pedig semmilyen a kultúra más ágazatának, illetve a kultúra csatornáinak sem. A szovjeteknél a nagy októberi forradalom után Luna Csarszki, jól lejtem a nevét, ő volt, aki kifejtette először ennek a kulturális politikai nézeteit. Tehát, hogy a cirkusz az, ami a szocialista embernek megfelelő művészeti ág lehet. Elég soktól elvették azt a működési engedélyt, ami volt, meg kiderítették, különböző fakok voltak abban az időben, hogy késdobáló. Késdobáló nem lehetett, mert eleve az kabboly ruhába jött be, az egy kicsit ilyen nyugati stílusú valami volt. Akkor steptáncos nem lehetett, elvették a működési engedélyt, mert amerikai zsáner, ugye a régi revűfilmekre emlékeztet. Akkor 52-ben szerződtették az artistákat a Fővárosi Nagy Cirkuszhoz, akkor nem engedték meg, hogy az addigi kosztümjeiket, ugye nagyon szép, díszes, sokat megmutató kosztümjeiket használják, hanem azt mondták, hogy munkás divat van, tehát tessék overallt fölvenni, a lányok is nadrágban lépjenek föl, ingben, nyakkendőben. Édesapám frakba dolgozott, édesanyámmal azt mondták, hát zsilákelvtárs, ne haragudjon, frakba nem lehet fellépni, be kellett venni a frakot, ez a bizonyos kék uniformizált ing, és maga ne buzogányokkal zsonglőrözzön, zsilákelvtárs, maga zsonglőrözzön három sallóval, a felesége zsonglőrözzön három kalapáccsal, maga a végén tegye a sallót ide, a jobb keze, a felesége a bal kezével a kalapácsát. Mindent Magyarországon úgy akartak építeni, hogy minden tulajdonképpen Szovjetuniónak megfeleljen. Tehát ha kérte ezt a szovjet elvtárs, ha nem, akkor is így csináltak. Megnéztek egy szovjet cirkuszfilmet, és ott azt látták, hogy hát hoppá, ott frakban van a konferencié, gyönyörű kiállító, és a köztömökben lépnek fel az artisták. Tehát mégsem volt teljesen igaz az, hogy most meg kell szabadulni teljesen a polgári dekadencia maradványaitól. A szervezeti keretek átalakulásán túl jelentős változás volt a hazai cirkuszi életben a képzés módosítása. Az állami artista képző iskola 1950. decemberében alakult.
Az első évfolyam 1951. januárjában indult, mindössze 15 növendékkel. Az állami artista képzőiskola is azért működhetett, mert Szovjetunióban létezett állami artista képző, és az ő mintájukra. És a Baros Imre, akinek ugye nagyon hálásak vagyunk, ő alapította az artista képző, akkor akadémia volt a neve. Igen, és ugye az akkori kultúra, mely a szovjet-magyar barátság jelképeként ugye nagyon támogatta akkor az akkori kormány a cirkuszművészetet. Nem volt más témánk, mint a cirkusz, és az, hogy próbáljunk, hogy egy újabb trükköt, egy újabb produkciót tudjunk létrehozni, hogy életbe tudjunk maradni, hogy tudjunk utazni, hogy keresettek legyünk, és ez nagy hatalmas energiával és sok lemondással jár. Van másik! Vasfüggönynek a láncait az artisták feszegették leginkább. Már az 50-es évektől kezdve mondom azzal, hogy még a kemény időszakban is már nyugatra is utazhattak. Külföldre lehetett menni utazni, ugye könnyedén, világot látni, amikor mások nehezen jutottak ki. Ez volt az egyik fő varázsa, ami ma már nincs meg. A jó artisták nagyobb választási lehetőséggel rendelkeztek. Tehát nekik volt lehetőség, hogy eldönthették, hogy ide vagy oda vagy amoda akartak utazni. A külföldi kapcsolatok ebben az időszakban azonban nem csupán fellépési lehetőséget jelentettek. 1955. március 10-én Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Románia és az NDK részvételével Varsóban cirkuszművészeti konferenciát szerveztek. Szintén ugyanebben az évben, május 23-án csehszlovák vendégművészekkel folytatott tapasztalatcserére került sor Budapesten. S jól lehet, ezek a tanácskozások nem nélkülöztek politikai áthallásokat sem, mindenképpen szélesebb látókört és újabb ismereteket biztosítottak a magyar cirkuszművészek számára. Különböző társulatok különböző helyekre utaztak el. Hát akkor még ez úgy is működött, hogy volt szocialista reláció, kapitalista reláció. A szocialista relációban volt ilyen, hogy mi felhívtuk a lengyel elvtársakat, hogy küldünk egy társulatot Lengyelországba, ők felhívták a magyar elvtársakat, hogy küldenek egy társulatot ide, és ez volt egy ilyen kultúrcsere. Mindig volt munkánk, mindig tudtunk dolgozni, vagy nyugaton, vagy keleten, ugye még abban az időben volt a KGST országok közötti együttműködés, ilyen úgynevezett műsorcserék, tehát az, hogy komplett magyar műsor ment külföldre. Legelőször a Szovjetunióba mentünk, 9 hónapra, ez egy kicsit nehéz volt és hosszú, mert még olyan fiatalok voltunk, és hirtelen elkerülni a szülői házból, és elég nehéz körülmények voltak akkoriban arrafelé. Tehát valahogy túléltük, és utána folyamatosan dolgoztunk mindig. 73-ban már Szovjetunióba mentünk, itt tudtuk lemérni azt, hogy mennyire jobb volt az élet Magyarországon, mert nekünk már akkor szabadabb volt az eladás módszerünk, a fegyelmezettség így mondva nem volt olyan keretek közé bezárva, azzal, hogy hosszú hajunk volt, és ezt a Oleg Popov, a híres bohóc elintézte, hogy a Kremlből a Brezsnyev elvtárstól hozott egy papírt, hogy ugye akkor tilos volt a Szovjetunióban, senkinek nem lehetett hosszú haja, mert az egy kapitalista valamire hasonló dolog volt. A cirkusz művésznek a munkája, a produkciója majdnem mindig életmű. Tehát ha valaki légtornász, az elég sokáig marad légtornász. Ha valaki zsonglőr, akkor sokáig lesz zsonglőr, vagy ha bohóc, akkor azt a bohócatot csinálja, bár annak egy picit bővebb a repertoárja, de önmaga ugyanaz. És ez azt jelenti alapjában véve, hogy ha ön egyszer eljön a cirkuszba, és engem látott fellépni, akkor ha még egyszer eljön a cirkuszba, és még egyszer lát fellépni, akkor már azt mondja, hogy hát én ezt már láttam. És harmadszor már abszolút nem vagyok érdekes.
Tehát ezért van az, hogy a cirkuszos artisták ugye utaznak, cserélődnek. A produkciók mind a szakmai teljesítményt, mind pedig a kiállítás gazdagságát, profizmusát tekintve nagy fejlődést mutatta. A vezető artisták a világ legnagyobb cirkuszainak porondjai mutatkozhattak be. A magyar artisták egyébként nagyon keresettek voltak, különösen azért, mert a szocialista táboron belül egyedül nálunk nem vezették be a biztosító kötél kötelező használatát. Valamint azért is, mert valamivel olcsóbbak voltak az azonos színvonalat képviselő nyugati kollégáknál. Minden állott ilyen turné előtt, amikor összejött a társulat, és eligazítás, így mondom, eligazítás volt akkor, mint a gyerekeknek, hogy a hazánkat képviseljük, és így kell viselkednünk. Ennyi. Hát ezt mindenki szó nélkül betartotta, nem kellett volna külön mondani. Ekkoriban már állandó státuszba vettek fel artistákat, és ezért megkapták az éves fizetésüket ugyanakkor. Ha ők kiutaztak valahova, és ott kaptak fizetést, akkor annak igen nagy részét haza kellett küldeniük. A negatív része itt akkor jelentkezett, amikor nyugati relációba ment ki egy artista, ugye, és ott ha akartam, ha nem láttam a fizetésem, hogy mennyi az kinti. Teszem fel Németország. Én Németországban dolgoztam 6 éven keresztül a Bonne cirkusz, az Európa egyik legnagyobb cirkusza, és én láttam ott, hogy 6 éven keresztül az a cirkusz mit fizetett ki gázsiba, miért én értem, és én abból megkaptam ugye a napi díjat, és ami fennmaradt összeg, az gázsi maradványként hazautalandó, ugye a Magyar Cirkusz és Varieté részére. Nekem volt szerződésem mondjuk Ausztráliában 1977-ben, akkor én kaptam 1850 dollárt hetente a feleségemmel, ketten voltunk. Ebből mi megtarthattuk 450-et, tehát a többit haza kellett küldeni. A Magyar Cirkuszvállalat 3-4 nyugati viszonylatban is ütőképes műsort tudott kiállítani. 2-3 nagy cirkuszra való felszereléssel rendelkezett, és nem kis bevételre tett szert a vállalaton kívüli magyar artisták impresszálási díjából is. Az állami dotációt teljes mértékig kompenzálta a 4-500 magyar artista által megtermelt valuta bevétel, amely 100 000-es nagyságrendű dollárban volt mérhető. Itt hol? Megkaptuk a forint fizetésünket. Na most ezzel a forint fizetéssel nem nagyon törődtünk igazság szerint, tehát elég alacsonyak voltak, de minden esetben azért, amikor kikerült egy magyar artista mondjuk a Ringbén cirkuszhoz, és ott eltöltött 3 évet, a 3 év után, miután hazajött, akkor tudott venni magának egy lakást. És ha ott koplalt egy kicsit, és paradicsomlevesen élt, akkor esetleg még egy kocsit is tudott hozni, ami ugye itthol abban az időben egy amerikai autó, az szuper volt. A cirkusz úgy jött az ott Amerikába, hogy saját 2 vonatszerelvénye volt. Most ezekben a vonatszerelvényekben volt az artistáknak a hálókocsiaik, a műszak, mindenkinek a hálókocsia. A szerelvény vége volt az elefántoké, mert ott volt 20 elefánt, és a 36 vagy 50 ló között mozgott a lovak, tehát tulajdonképpen ott vonatszerelvénnyel mentünk, saját vonatszerelvényel minden városba beállt, és egy ilyen parádészerűen vonultunk be. Európa egyetlen idomított vízilova. Idomította és elővezeti az Ötvös család. Mink elmentünk Amerikába, 4 évig voltunk ott. Amikor hazajöttünk, akkor tulajdonképpen kaptunk egy ilyen átnevelést, mert hogy kiheverjük Amerikát, egy ilyen vidéki turnén verekedtük keresztül magunkat. A minisztérium egyre bőkezűbbé vált, miután a 68-as új gazdasági mechanizmus hatására javult Magyarország gazdasági helyzete. Illetve a bőkezűséghez azért szükség volt Acél György támogatására is. A cirkusznak nagyobb presztízse volt, és így támogatást is nagyobbat kapott. Tehát például amikor a cirkusz épület lebontásáról és egy új cirkuszépület fölépítéséről, vagy az artista képző épület fölépítéséről volt szó, akkor erre nagyon nagy támogatást kaptak. A kultúrpápát meghívtuk az intézetbe,
és adtunk egy kis rövid műsort, és annyira elbűvöltük őt, teljesen oda volt, és akkor előjöttünk a nagy mondani valóval, hogy ugye ilyen körülmények közt már erre képesek voltunk, hogy mi lenne, ha, és egy tolvonással elintézte, hogy egy három emeletes épületet teljesen korszerűen berendezve ezt prezentálta. Három hús volt a nagy cirkusz helyén, üldögélve tűnődik a múltról. Egy gondolat fut át vétárunk fején, csak ízos kérdés felvetődik újból. Miért volt olyan sürgős a régi cirkusz lebontása? Ha az új építésem ma sincs még uton. A régi cirkuszépület bontását 1966-ban kezdték meg. Így az ország egyetlen kő cirkuszépülete néhány nap leforgása alatt eltűnt a Városligetből. Az újbóli megnyitásra 1971. január 14-én került sor. Este 7:30-kor ünnepi díszelőadás keretében nyitotta meg kapuit az új fővárosi nagy cirkusz. A cellán megjelenik ez a 3T, ez a, hogy vannak tűrt, vannak tiltott dolgok, és vannak támogatott dolgok. Tehát ez a 3T-be belefoglaltatott már az is, hogy egy kicsit azért sok, tehát hogy engedni kell azért mégiscsak a kultúrának, hogy egy kicsit szabadabb irányokba mozogjon, míg az 50-es években ez egyáltalán nem volt megengedett. Az én tanárom, amikor az első fellépő kosztumünket, az Acél György egy foci meccs keretébe beszélték meg. Kék-piros volt a kosztum, mert mind a kettő vasas drukker volt. Tehát én nagyon fel voltam háborodva, mert én Fradi drukker voltam. A külkapcsolatok felélénkülése mellett természetesen nem elhanyagolható a hazai közönség cirkusz igénye sem. A cirkuszlátogatók száma 1962-ben 1,6, 1968-ban 1,3 és 1977-ben 1,7 millió fő volt. A 60-as, 70-es évek virágkora a magyar cirkusznak. Ekkoriban 3-4 nagy utazó cirkusz működött az országban. Az elején akkor ámultak, nem volt sok szórakozási lehetőség, de amikor már ugye a 60-as évek közepe fele, akkor elegáns volt. Akkor elegáns volt egy ilyen nagyobb sátor cirkusszal utazni, az, hát nem azt mondom, hogy kitüntetés volt, de jó érzés volt. Jó érzés volt. A vidéki városokból az emberek szépen felöltözve jöttek. Megbecsülték az artistákat. Nem mindenkinek volt televíziója. A televízióban nem mindig volt adás. Tehát természetes volt az, hogy a gyereket mondjuk cirkuszba vitték, vagy különösen vidéken, ahol még egy színházba se jutottak el soha. Megérkezett a cirkusz, akkor hurrá, akkor tényleg ez nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek. Amikor egy sátorcirkusz megérkezett most teljesen mindegy Kecskemétre, ugye akkor, vagy éppen Keszthelyre, akkor a gyerekek ott voltak a cirkusztéren. És jöttek, ugye, mert mit akartak, meg segítettek, hordták a széket, azért, mert utána kaptak egy pecsétet a kezükre, és akkor az első előadásra ingyen bejöhettek. A legjobb színészeknek, énekeseknek járó kitüntetésben is részesültek. Tehát Jászai Mari díjas, érdemes művészek is születtek, úgymond. Továbbá Hortobágyi Károlyról is díjat neveztek el, és ezzel is kitüntették ugye a cirkusz művészet legjobbjait. A kitüntetésem és az érdemes művész az a Kádár János adta a parlamentba, és gratulált, és azt mondta, hogy köszönjük neked, fiam, csak így tovább. Szóval ennél több nem kell. Azt az érzést, amikor az ember ott áll reflektorfényben, és több ezer ember tapsol egyszerre, ezt az érzést nem lehet elmagyarázni.
Az artisták többsége a stabilitás és biztonság, az anyagi gyarapodás éveiként élte meg ezt az időszakot. A rendszerváltozással az állami finanszírozás indokoltságát a művelődési minisztériumban sokan megkérdőjelezték, így az artista világ bizonytalan helyzetbe került. Ehhez társult még a nemzetközi szinten is ütőképes gázsi csökkenése, és a sok helyütt kétségessé vált kifizetések is. Ennek láttán viszont sokan a külföldi munkát választották.